Hát nézzétek meg, mit műveltek! Ilyen mocskos módon szedték le, hogy a ragasztókat nem takarították el. Így adták ki ezek a hiteleket is, hogy nem néztek utána a kockázatnak, sőt nem is érdekelte őket, mert ha megnézitek, ez a rafinált bank, akit nem érdekelte semmi más, csak az ingatlan értéke, már akkor jól tudták, hogy el akarják venni, és most is csak az érdekelte őket, hogy ne legyen kint maga a felirat, de a ragasztókat mind rajta hagyták. Nem lesz ezzel probléma, mert egész nap itt vagyunk, és továbbra is rakjuk ki a plakátokat, mint ahogy ott többiek már el is kezdték. És az összes kirakatokat újból tele fogjuk plakátolni, aztán majd valamikor ki tudja, hogy mikor le tudják szedni, de holnap reggel még reggelig ne tegyék meg, hiszen mielőtt elmegyünk, még újból megkapják a magukét. Hajrá! Hajrá! Ahogy látjátok, zeneszóra újra plakátoltuk a Raiffeisen Bankot. Most körülbelül úgy néz ki, mint egy vidéki kinti WC egy sörvirsli verseny után. Össze van hányva az egész. Közben szólt a Kárpátia, szólt László Andrea, jól éreztük magunkat. Vajon te, aki otthon vagy, te hogy érzed most magad? Csak nézed, ahelyett, hogy itt lennél. Ha most itt lennénk 2-3 ezeren, akkor holnapra 5-10 ezeren lennénk. Aztán 20 ezeren, aztán 30 ezeren, és hétfőre eltörölnénk a devizahitelt. Nem férnénk el az oktogonon. Gondold végig, itt leszünk, várunk téged is. Hajrá!